Kesztő, primőr, nettó, tini színhús, mama. Ma egy katonát. A Lorentfé középiskola diákjai próbáltak ma reggel a Bartók színházban, ők horror stílusban dolgozzák fel a megadott szituációt, az Ádámok és Évák ünnepe elnevezésű programsorozat részeként. A Bartók színház 7. alkalommal hívta a helyi és környékbeli középiskolásokat erre a versenyre. 7 évvel ezelőtt csatlakoztunk hozzá az ember tragédiájával tulajdonképpen. Ugye Szolnokról indult, és a legnagyobb cél, hogy a középiskolás diákokat, pedagógusokat közelebb hozzuk a színházhoz. Nagyon jó kezdeményezés szerintem, ugye az országszerte elterjedt, és ez remekül működik. Az idei megmérettetés alcíme a Vásároljunk stílusosan, ugyanis eltérve az eddigi hagyományoktól, most egy megadott szituációt kaptak a jelentkező iskolák, egy fiú, egy lány, egy biztonsági őr vásárlási szituációját. A feladat pedig az volt, hogy különböző stílusban dolgozzák ezt fel. Az elmúlt 6 produkció során az volt, hogy kiválasztottunk egy adott művet, amit annyi részre felosztottunk, ahány csoport jelentkezett, hogy szeretne a játékban részt venni. Egymás után bemutatták a saját részüket, és így a komplett mű tulajdonképpen elkészült. Idén nem választottunk egy nagy művet, hanem egy szituációt kapott minden csoport, ugyanazt a szituációt, és különböző stílusok szerint, korok szerint kell feldolgozniuk. Nagyon jól működik egyébként az, amit eddig csináltunk, hogy egymás után mutatjuk be, ugye akkor is voltak stílusvariációk. Idén viszont ez a központi elem. Nagyon kíváncsian várom, hogy mindenkinek sikerül ezt teljesítenie. A program célja, hogy a középiskolás diákoknak lehetőséget adjon a színpadi szereplés során más oldalról is megismerni a színház világát, míg a felkészítő pedagógusok a rendezés rejtelmeibe pillanthatnak be. Tulajdonképpen a pedagógusok rendezői szerepkört tölthetnek be, a diákok színészként állhatnak a színpadra, és a mentorok kvázi egy kicsit pedagógusként, akkor a színészek kipróbálják magukat, ők a szakmai segítséget nyújtják, igen. Összesen 6 középiskolás csapat jelentkezett a versenyre, a feldolgozandó stílusok között pedig volt kortás, burleszk, görög dráma, táncos előadás és még horror is, amelyet a Lorentfé iskola 6 fős csapata választott, így ezen a vonal mentén dolgozták ki a színdarabot. Alapvetően, amikor bekapcsoltunk, akkor is én voltam az, aki ezt szerettem volna. Én azt gondolom, hogy a diákok számára fontos olyan lehetőségeket biztosítani, ahol nem kötött keretek között megmutathatják, hogy mire képesek. Úgyhogy jó dolognak tartom, mert hogy olyan oldalukat is megmutathatják, akár a tanáraiknak, akár a szüleiknek, amit egyébként nem biztos, hogy látnának, hogyha nem kerülne erre sor. Ez nyilván nehézségekkel jár, azért egy próba folyamat nem egyszerű, nem könnyű, de a végén azt gondolom, hogy mindenki elégedett mosollyal fog távozni. A Lorisok 4 évvel ezelőtt csatlakoztak ehhez a programhoz, Pály Rebeka Judit pedig már másodjára vesz részt rajta. Nem mindig jöttek össze, hogy pontosan a próbák, volt, aki nem tudott eljönni, mondjuk ez természetes, mert ezért mindenkinek vannak emellett dolgai, meg amiket el kell intéznie. Talán tavasszal kezdtük el az egésznek a gyakorlását, hogy így összültünk, először megbeszéltük, utána elkezdtük próbálni megbeszélések, aztán elkészültünk. Az iskolás csapatok június 7-én mutatják majd be a körülbelül 8 perces színi játékokat a zsűri előtt. A zsűriben van nekünk rendezőnk, színészünk és látványtervezőnk, és ezt direkt tettem így össze, hogy tulajdonképpen minden szempontot tudjanak figyelni. Igen, szerintem fontos az, hogy a látványt hogyan tudják megoldani. Nyilván a színészi játék is elsődleges kell, hogy legyen egy ilyen projekt során, de amit észrevettem az elmúlt években, hogy az ötleteket, az, hogy valami kreatív vagy újító jellegű, azt értékelik a leginkább. Csütörtökön tehát a főpróbák voltak, ekkor álltak először a színpadon a versenyző középiskolások a darabbal, ekkor egyeztették, pontosították a fényeket, a zenét, ekkor végezhették az utolsó simításokat, még mielőtt a zsűri előtt is bemutatják.